Ezúttal az utunk nem máshol vezetett, mint Visegrádra, ahol megnéztük a palota játékokat. Azért az túlzás, hogy megnéztük. Jó, hát igen, volt némi kis problémánk, ezt majd ki is fogjuk fejteni, ahogy tőlünk megszokhattátok igazi őszinteséggel, megmondjuk a véleményünket. Igazság szerint nem tudtuk, hogy a palota játékok most kerültek megrendezésre, az Instagramon böngészve döbbentem rá, hogy ez most van, és már régóta szerettünk volna ellátogatni, illetve már régebben is voltunk nagyon-nagyon régen, és vagyis én voltam igazából, és úgy döntöttünk, hogy most elmennénk, úgyhogy hirtelen felindulásból útnak is indultunk. Az első fekete pont, amit adnék, az a parkolás miatt van, mert szerintem nem volt rendezett, és össze-vissza keringtünk, mint gólyafos a levegőben, hogy hol fogunk helyet találni, és hát így van egy ilyen nagy rendezvényen. Azért erre számítani lehet, ugyanakkor voltak emberkék a parkolóban, akiknek szerintem pontosan az lett volna feladatuk, hogy irányítsák az embereket, hogy hol van férőhely, vagy hol nincs, mert én a medve otthonra tudok csak gondolni, ahol nagyon rendezettem volt minden parkolás lebonyolítva, és nem kellett keringeni, meg össze-vissza nézelődni. Szóval ezzel gyakorlatilag szerintem egy bő 30 percet simán elveszítettünk, amíg megtaláltunk végre egy helyet, ahol le tudtunk parkolni. Én úgy gondolom, hogy egyébként rengeteg parkolóhely volt, csak nyilván ugye sokan is voltak, szóval emiatt volt ez gáz, illetve én nem hasonlítanám össze medve otthonnal, hiszen az egy kisebb parkoló volt, sokkal átláthatóbb volt, és ugye szétszórtan voltak itt parkolóhelyek, annyira nem volt átlátható szerintem számukra sem, akik ott ültek, nyilván mobil nyomkodás közben amúgy se, de hogy egyébként sem hiszem, hogy ők látták volna ezt, hogy most mit tudom én hány autó, és akkor hol van hely, meg izé. Szóval szerintem ez egy ilyen nehéz dolog, illetve azt is lehetett volna, hogy kitáblázzák, hogy mit tudom én, menj egyenesen, és akkor ott lesz ilyen parkoló. Hát ki voltak táblázva a parkolók egyébként valamilyen szinten, de hogyha már az elejétől kezdve ez egy rendszerezett, koordinált parkolási rendszer lett volna, és van az ember, aki folyamatosan irányítja az autósokat, hogy itt kezdődik a sor, itt parkolsz, következő, mellette parkol, padadadada. Szóval így szépen, mint a biciklitárolóban beállítja az autókat, akkor szerintem ez egy tökéletesen koordinált parkolási rendszer lett volna, és hát nyilván olyan emberekkel, akik nem a mobiljukat nyomkodják, hanem valódi segítséget nyújtanak az autósoknak, és nem veszítenek el drága 30 percet a műsorból, mert hogyha nem veszítettük volna ezt a 30 percet, akkor lehet, hogy több mindent láttunk volna. A másik probléma szerintem rögtön az volt, hogy az emberek különböző irányokból mentek be a palota játékok, mentek a palota játékokhoz, és gyakorlatilag mi ott a főkapunál voltunk már, ahol ugye nézték, hogy megvan-e a karszalagod, és ugye 1500 forint volt ugye a belépő, amiben elég sok minden végül is beletartozott, viszont az, hogy konkrétan hol tudsz jegyet venni, az kicsivel arrébb volt, feljebb az utcán, valahogy nem volt egyetlen semmi kiírva, nem volt rendesen kitáblázva, hogy hol tudsz jegyet venni, aztán azon kívül az sem volt kitáblázva, mit tudom én mondjuk, hogy el akartál menni megnézni a Jósasszonyt, akkor azt hol tudod megtenni, szóval nekem nagyon hiányzott az, hogy nem voltak kitáblázva jól a dolgok, és így csak ott keringtél, kérdezősködtél, és megint ezzel értékes perceket veszítettél, főleg hogy egy aktuális műsorra érkeztél, amit szeretnél megnézni, és csak egy óráig van, akkor ugye minden perc számít. Nekünk is ugye kérdezősködni kellett, hogy mi hol van, és ezt így hogy érzékelted? Szerinted ez így gáz volt, hogy nem voltak kiírva a dolgok? Igazából örültem, mert pont időbe érkeztünk, de amikor így nem találtuk meg a helyet, kezdtem kicsit frusztrált lenni, hogy itt vagyunk, és mi sem tudjuk, hogy hova kell menni, és nem igazán volt átlátható az az egész. Volt egy hely, ahol ki volt írva, hogy királyi palota, és azt gondoltam, hogy hát biztos akkor ott kell így bemenni, meg minden, de kiderült, hogy nem. Lehetett volna azért valami útmutatás, hogy pontosan merre is található. Oké, van egy térkép a programfüzetben, de na hát számomra az úgy érthetetlen krikszkroksz volt. Ha már említetted a programfüzetet, akkor én egyébként ennek mindenféleképpen örülök, hogy egy egész ilyen színes, átlátható programfüzetet kínáltak az embereknek, ahol gyakorlatilag helyszínek szerint is fel van tüntetve, hogy milyen program lesz, napok szerint is, meg úgy összességében is, képekkel tarkítva, színesítve. Nekem ez nagyon tetszett. És te még milyen fekete pontokat adnál, mert sajnos túl sok pozitívat nem tudunk mondani. Mindjárt el is mondod szerintem, hogy miért, úgyhogy meséld el, hogy mi volt neked a legnagyobb pozitív, negatívum. Igazság szerint meg akartunk nézni egy lovagi tornát, de nem kaptunk rá egyet. Hát igen, ez azért elég szívás, nem?
Igen, főleg, hogyha mit tudom, az ember messziről jön, akkor, és mit tudom, meg akarja tényleg ezt a programot nézni, és mi se tud bejutni, azért ez nem a legjobb, és nem mi voltunk az egyetlenek, akik így jártak. Igen, mondjuk ugye online is meg lehet venni jegyet, de ugye ezzel az a probléma, hogy nem lehet tudni, hogy odaérsz-e időben, nem-e rohadt le az autóút közben, szóval annyi kiszámíthatatlan dolog van itt, hogy most ha több ember megy, akkor akár 20 ezer forintot is ott hagyhat, és szerintem ilyen esetben jobb a helyszínen megvásárolni, és azért szomorú, hogy nem voltak erre felkészülve. Igen, pedig ugye a főnök mondta is, hogy ennyien szoktak ezen lenni, hogy ez így nagyon népszerű. Ugye 1400 néző fér be egy műsorra. És hát ugye ezért nem értettem, hogyha ennyire népszerű, akkor miért nem csinálnak ebből többet. Szóval most az, hogy mit tudom, napi kétszer van, nem tudom, lehetett volna még egy harmadik is, vagy nem tudom. Meg én esetleg ezt el tudom képzelni a jövőbe, hogy egy másik ilyen arénát csinálnak, ahol mennek más programok. Vagy kicsit jobban kibővíteni ezt az egészet, és több nézőt befogadni. Lehet, hogy ők se hát bár azt mondod, hogy számítottak, de lehet, hogy mégse számítottak annyira, hogy ilyen durván megtellik az egész, ugye? Hát lehet, nem tudom, de a jövőre nézve szerintem most már bővíteni kéne ezt. Hát igen, és még mondjuk mi szerencsésebb helyzet vagyunk, mert azért utaztunk is, de azért még olyan sokat, mert azért gondolom vannak, akik 3-4 órát is leutaztak ezért, és mondjuk lehet, hogy ők online megveszik a jegyet, ez így igaz, de azért az ember ilyen helyzetben azért nem feltétlenül veszi meg, mert nem lehet tudni, mi történik útközben. Vagy mint mondtam, a parkolásra is elveszteget 30 percet, és lehet, hogy nem jut már be az előadásra, amire megvette ugye a jegyet. Meg igazából az is rossz volt, hogy nem mondták, hogy mit tudom, készít el a jegy. Szóval, hogy ott voltunk, oké, még van időnk, akkor most már vegyük meg a jegyet, aztán hoppá. Szóval, ha előre tudjuk, hogy mit tudom én, van 1400 hely, és akkor az így ennyi a max, és ennyi, akkor nyilván az ember előbb gondolkozik, és azt mondja, hogy ó, figyelj, akkor vegyük meg mit tudom én pár órával előtte, és akkor megyünk. Hát igen, és nem mindenki tud maradni a 9 órás előadásra, ugye, úgyhogy így ennyi volt, és nem is tudtuk megnézni, amit szerettünk volna. A másik gondolatom ezzel kapcsolatban, itt a palotán ugye volt egy rész, amin lépcső vezetett fel, és hogyha valaki ott fel tudott volna menni, ami le volt zárva, akkor onnan is kiválóan látotta volna egyébként a tornát, és igaz, hogy nem ülve, meg nem onnan a fedett részről, de szerintem ezt is meg kellett volna nyitni, ezt a lehetőséget, hogy akkor a jegy árnak a feléért, oda fel tudnának menni és onnan nézni. Szerintem ez pozitívum lett volna, főleg mivel látták, hogy mekkora az érdeklődés. Igen, meg ugye tényleg nem az volt, hogy mit tudom én, nem foglalkoztak az emberrel, miután nem kapott jegyet, hanem oda hívták a főnököt, hogy hát ha van még hely, meg nem tudom. És például ő mondhatta volna ezt alternatívaként, hogy oké, nincs már jegy, nem tud adni, de esetleg azt megnyitja, és akkor féláron nézhetjük. És akkor szerintem nagyon sokan még megnézték volna így is. Mondjuk, hogy elvileg ugye felújítás miatt úgy hallottuk, az miatt volt lezárva, de ezt nem veszem be azért. Én sem. Mindegy, szomorú egyébként, hogy elmegy az ember messziről, és akkor nem fér be. Igaz, hogy online is megvehetted volna, de ahogy te is mondtad, hogy legalább írták volna, hogy készletereig, vagy mit tudom, hogy ennyi helyünk van, igyekezzél, vedd meg a jegyet, vagy bármi, szóval így. Ez így nagyon-nagyon negatív volt, hogy nem tudtuk megnézni azt, amit a fő műsor lett volna. Igazából elég, hogy csak leírtak valami, mit tudom, 1400 férőhely, és akkor tudod, hogy ó, igen, akkor csak ennyi van, akkor mit tudom, hogy vegyük meg. Szóval, hogy így az ember nem gondolta ezt, hogy így elfogy meg, tényleg így azt gondolta, hogy oké, hogyha beistenek a helyek, akkor ott van állóhely, nem tudom, szóval, hogy szerintem gondolta ezt át az ember, hogy betelik. Hát igen, én egyébként úgy gondolom, hogy az online jegyvásárlás korlátozni kellene, szóval mit tudom, maximum 500 jegyet adnak el online, és az összes többit ott a helyszínen, mert szerintem ennek van varázsa, nem, amikor az ember így betéved valahol, mert biztos sokan ott is betévedtek, vagy mentek, és nem akarták előre megvenni, és úgy voltak vele, hogy majd ott megveszik a jegyet, mert majd úgyis ott meg annak van azért egy ilyen feelingje is, hogy ott veszed meg a jegyet, meg mit tudom én, szóval nekem ez így, nem tudom, hatalmas fekete pont, mert ugye pont a főműsort nem tudtuk megnézni. És ugye volt még a vívással is némi probléma, ugye elvileg volt egy vívás attrakció, ami egészen 6 óráig tartott, és hát nem, hát előbb fejezték be, és így még azt se tudtuk így megnézni.
Oké, de ez az a tapasztalat, hogy ez egy verseny volt, szóval szerintem teljesen érthető, hogy ha hamarabb befejezik, akkor befejezik és kész. Hát igen, csak ez így nekünk szívás volt, mert gyakorlatilag még azt se tudtuk így megnézni, szóval így semmit. Hát igen, így pont akkorra mentünk, amikor már végeztek. Hát igen, kellett volna még egy vívás, vagy vívó verseny, vagy valami. Jó, és hát tulajdonképpen egy dolgot azért sikerült elintéznünk. A jós asszonyt. Így van, végül is őt már kinéztük magunknak, már itthon, hogy milyen jós asszony mi van. És ugye őt is nagyon-nagyon nehezen találtuk meg, de azért megtaláltuk. Igazából szerintem nagyon nagy szerencsénk volt az, hogy csúszásban volt, ugye? És így tovább maradt, úgyhogy tulajdonképpen azért ki kellett várnunk a sorunkat, szerintem vagy 40 percet vártunk, mire sorra kerültünk. Igen, de az teljesen érthető volt, hiszen nem számított rá, szóval ő is meg volt lepve, és akkor ez nyilvánvaló, hogy ez nem egy mindennapos dolog. Persze, nem is robom fel, csak hogy 40 percet erre vártunk. Mi nagyon kitartóak voltunk, hát volt, aki feladta ott, és elment meg ilyenek, de mi kitartottunk. És mit gondolsz a javasasszonyról, hogyan tetszett, és milyen érzések vannak benned? Megkaptad-e a válaszokat a kérdéseidre? Igazából nekem nagyon tetszett, és valamilyen szinten megkaptam rá a választ, de újabb kérdéseim vannak. Vissza kell menni. Igen. Szóval ez azért így pozitívum volt, úgyhogy mégis valamit azért sikerült kapnunk, amit elterveztünk, de azért az szomorú, hogy a fő attrakcióra nem jutottunk be. Gondolsz egyébként az árusokról, az árakról? Drága. Röviden drága. Hát igen, az árakkal nagyon el vannak szállva, de azt hiszem, hogy egy ilyen vásáron azért azt mindig is tudjuk, hogy el vannak szállva az árakkal. Ez olyan, mint hogyha valaki mondjuk elmegy a Sziget Fesztiválra, vagy egyéb más fesztiválokra, ott is azért számít arra, hogy az a lángos kétszeresébe fog kerülni. Hát igen, meg ugye itt azért jönnek külföldi turisták is, azokat is le lehet venni, szóval én abszolút megértem, hogy ilyen magas árakat szabtak. De ugyanakkor meg pont emiatt sokan nem vesznek ki dolgokat, mert magasak. Szóval, hogy itt tudom, hogy megnézel az ételt, aztán szívrohamot kapsz az árától. Miközben lehet, hogyha mit tudom, kicsivel alacsonyabb lenne az ára, akkor sokkal többen ennének és sokkal több bevétele lenne. Hát igen, belegondolok, hogy 2 darab fél literes kóláért 1400 forintot fizettünk, azért az mi. Hát ha ez nem lehúzás, akkor mi tehet azért? Szerintem, ha már az ételeken be is hozzák az árat, de az üdítőn, és jó, mondjuk ez olyan, mint a benzinkúton, ott is azért magasabbak az árak, de 1400-ad 2,5 literes kóláért, azért az már azért nagyon megrázza az ember. Most kiroszt ugye nagyjából tudsz enni mindenhol, nekem a kínálattal azért volt problémám, most volt ilyen hely, ahol csülök, meg ilyenek voltak, de nagyon sokan nem eszik ezeket a dolgokat, és nem gondoltak például olyanokra, akik csak ilyen egyszerűbb ételt tennének, mondjuk, mint egy brassói. Egyébként például azt tetszett, hogy voltak, akik kint sütögettek, például saslikos, az abszolút jó volt, szerintem több ilyet kellett volna, ami inkább ilyen grillezés, vagy valami hasonló, mert tényleg az, hogy most lángost oda nyomják a képedbe, bárhol lehetsz lángost igazából, szóval, hogy nem tudom, nekem jobban tetszett oda az a saslik, akkor lehet volna csomó minden grillezett másfajta húst, nem tudom, bármit készíteni, meg szerintem akár lehetett volna ilyen vadas rész is egyébként, hogy még több ilyen vadhúst. Szerintem volt, mintha lett volna, nem tudom, csak ugye miket nem nagyon érdekel, így nem is koncentráltam erre. Oké, volt, de szerintem lehetett volna úgy még több, szóval, hogy így még több kínálata, mert csak egy-két dolog volt, de ugyannyira nem. És igen, egy rendes kajáda is jó lett volna, ahol akár, mit tudom, egy sima egyszerű brassói, meg rántott sajt, meg mit tudom én, szóval, hogy valami nem extra, hanem ilyen snosszite. Hát volt ott egy étterem, de ott mindenféle olyanok voltak, amit mi nem eszünk, tehát ilyen rántott halak, meg nem tudom. Igen, és ott a például egy brassóival be tudtak volna vágodni. Vagy tényleg azok a szokásos éttermi kaják, a cigánypecsenyétől kezdve, ha nem tudom meddig, szóval így nem kell túlfrancolni ezeket a dolgokat. Ez azért szerintem így hátrány volt kicsit.
maguk az árusok rendesek voltak, kedvesek viszonylag, és nekem nagyon tetszett az, hogy nagyon-nagyon széles volt a kínálat, szóval mindenki megtalálhatta azt, amit keresett, amit szeretett volna vásárolni, szerintem senki nem ment úgy haza, hogy nem talált valami kis műtyűrt, amit ne tudott volna megvenni magának, vagy valaki másnak. Nem tudom, én azért azt hiányoltam, hogy kevés dolog volt, és hát szerintem egyáltalán nem volt olyan dolog, ami magához a várhoz kapcsolódik. Dehogy nem, hát voltak ilyen mindenféle öltözetek, kardok, szerintem pontosan tele volt vele. Nem tudom, te hol jártál? Nem tudom, szerintem nem az, jó, oké, az egyáltalán az nem, de hogy kevés volt. Nem tudom, mert oké, volt egy-két nyíl, íj, meg nem tudom, sisakok, meg kardok, stb. Tehát meg a felnőtteknek is készültek, voltak ilyen kis bőrtáskák, meg bőrtokkok, meg szóval mindenféle ilyen dolog, amit egyébként szerintem abszolút a várhoz kapcsolódik meg ezekhez. Nem tudom, én leginkább azt vettem észre, hogy ruhákat árulnak, ékszereket árulnak, szóval ilyen tipikus piaci portékák. Szerintem te rosszul nézel, volt ott bőven, ami a várhoz kapcsolódik, vagyis a palota játékokhoz, vagy ahhoz a korhoz, mondjuk így. Nem tudom, én abszolút meg voltam vele elégedve, és hát ugye voltak olyan árusok is, akik mindenféle varázsgombákat, meg gyógygombákat hoztak, szóval igazándiból, meg szappanok, meg levendula termékek, szóval nagyon-nagyon széles volt szerintem a kínálat, és mindenki megtalálhatta, amit keres szerintem, úgyhogy nem volt ezzel szerintem semmi probléma. Szerintem is széles volt, csak nem éreztem azt, hogy ezek annyira várhoz kapcsolódnának. Amit egyébként még pozitívumnak kiemelnék, az, hogy például ugye az emberek között sétáltak, például én láttam egy papot egy kereszttel, szóval ilyen beöltözött emberkék, meg jöttek dobosok is, meg füstölővel emberke, szóval, hogy így szerintem nagyon klassz volt, hogy időről időre így bevegyültek az emberek közé, és úgy mentek, meg nem tudom én is. Szerintem ez is hozzá tud adni a dolgokhoz. Én egyébként keveseltem a programokat, szóval például, hogy nem tudom, 18 óráig tartott a legtöbb program, és utána ugye még van később este ugye fáklyagyújtás, fáklyamenet, vagy mi, de hogy egyébként addig nincs semmi. Hát nem tudom, igazság szerint, hogyha valaki időben megy, nem úgy, mint mi, tehát, hogy mit tudom, én már ott van 10-11 felé, és ott van egészen este 6-ig, szerintem bőven talál programokat, szóval igazándiból szerintem, ahogy mi mentünk, az úgy nem volt túl jól, mert úgy kevesebbet tudtunk megnézni, de ha valaki már kora reggel ott van, és egész estig, akkor szerintem bőven lát mindent. Oké, de akkor is van üres óra ott, szóval ezt ki lehetett volna tölteni. Hát jó, de hát nekik is pihenni kell. Hát jó, de amíg az egyik pihen, addig a másik tud szórakoztatni, aztán felváltva. Egyébként úgy összességében, ha az embernek végre jut jegy, és meg tudja nézni a fő attrakciót, szerintem akkor az egy remek szórakozási lehetőség, és hát nem mondtam, hogy esetleg jövőre nem mennénk el, de akkor lehet, hogy már tényleg online veszük meg a jegyet, és lesz, ami lesz, mert ez így picit gáz volt. Egyébként neked így mi az összvéleményed? Ha lett volna alkalmunk megnézni mindent, akkor egyébként ezt így hogy értékelnéd? Hogyha mindent lett volna időm megnézni, akkor szerintem nagyon jó lett volna, élveztem volna, viszont így, amennyit láttunk, az a szinte semmit, hát az kritikán aluli. Hát igen, időben kell itt kapcsolni, meg előre jegyet venni, hát sajnos ez már csak így van. Úgyhogy remélem, hogy jövőre a szervezők, hogyha megrendezik, akkor kicsit több helyet biztosítanak az emberek számára.